A keringési rendszerünkről kapunk egy kis tájékoztatást mai alkalommal. A animációkon, meg a rendelkezésünk álló segédeszközökön bemutatjuk akkor, hogy körülbelül mi a legfontosabb, amit a keringési rendszerünkről tudni kell. A keringési rendszerünkön belül pedig elsősorban a vércseppről látjuk itt, ugye, hogy a vérkeringésről lesz majd szó. A szervezetünk vérellátásának a központja a szívünk. Ezzel szoktuk mindig kezdeni, hogy a központ a szív, és a szívből kivezető erek és a szívből bevezető erek pedig ellátják a testünket. Vérrel a szívből kivezető ereket azokat artériáknak, a bevezető ereket pedig vénáknak nevezzük. Az artéria az egyébként verővér, a véna pedig másképpen vízvér. Verővér azért, mert például tudott tapintani a pulzusban a artéria ütetését, vízvér pedig azért, mert visszafelé viszi a szív felé a vért. Természetesen a távolabbi pontokon a kettő érrendszer összekötődik egymással, és ott hajszálerek találhatók, és a hajszálerek lesznek azok, amelyek ellátják végül is oxigénnel, tápanyaggal a szervezetünket, és a tápanyagokat, a széndioxidot pedig visszahozzák a szívbe, hogy oda kerüljenek, ahol kell, kiválasztódjanak a vesében, vagy tüdőben eltávozzanak azok a gázok, amelyek már nem szükségesek. Szívvel megismerkedve azt láthatjuk, hogy a szívünk az egy négy üregű szerv és egy állandó lüktető pumpáló mozgást végez. Úgy nézzük ezt a dolgot, mintha az, akinek a szívét éppen vizsgáljuk, vagy bármelyik testrészét a hátán feküdne, vagy szembe állna velünk, tehát minden ilyen anatómiai elven úgy tekintjük a dolgokat, hogy ami neked a jobb kezed felé esik, az ugye a bal fele annak a élőlénynek, vagy szervnek. Ez a szívfél tehát itt, amelyet ilyen pirossal jelöltek, ugye akkor a bal szívfelünk, a másik szívfél pedig akkor a jobb szívfelünk. És a felső üregeket azokat pitvaroknak, tehát bal pitvarnak, jobb pitvarnak, az alsó üregeket pedig kamrának, tehát bal kamrának és jobb kamrának nevezzük. A pirossal jelölt szívfél az artériás vért, a kékkel jelölt szívfél az vénás vért tartalmaz. A különbség az közöttük, hogy az artériás vér az oxigéndús, és gyakorlatilag ugye az tele van oxigénnel, világos, piros, a vénás vér pedig oxigénben, szegény széndioxidban dús, mivel nincs tele oxigénnel, sötét, piros. A szívnek a lüktetését, azt mi majd megnézzük, visszatérünk rá, csak előtte akkor megnézzük az ereknek a fajtáit még egyszer, ugye, mivel a vénák azok általában vénás vért hordoznak, és ugye ez a sötét piros vérünk, azt kékkel szokták jelölni, az artériák azok artériás vért hordoznak, ez a világos piros vérünk, ezt pirossal szokták jelölni, és ugye látjuk akkor, hogy a kapilláris rendszer köti össze a kettőt egymással, azt is megfigyelhetjük, hogy az artériák azok általában szűkebb üregűek, de vastagabb falvak és távolékonyak, a vénák azok távolabb üregűek, de vékonyabb falvak és már eleve távolabbak, mint az artériák. A szívnek a ritmikus összehozódása egy EKG görbét, ez az érdekesség ennek a dolognak, és akkor megint megnézhetjük egy kis olyan játékkal, hogyha erre rákattintunk, akkor vajon melyik része mi a szívnek, amint látjuk, hogy akkor a felső üregek azok a pitvarok, és akkor kettő van, jobb pitvar, bal pitvar. Az alsó üregek azok a kamrák. Középen egy szívsövény választja el a két szív felett, tehát átjárhatóság a két szívfél között nincsen, az emlős állatokban, az emberben sem. Artériákról beszéltünk is, vénákról, de a szívből kivezető fő artériát az aortának is nevezik, egy külön nevet kapott, hiszen az a legfontosabb, az látja el a testünket. Vérrel és a szíven belül pedig billentyűk tudnak szabályozni. A kivezető artériák, az aorta és a tüdőartéria az billentyűvel ellátott, és a két üreg a pitvarok és a kamrák között is megint billentyű, a kamrák és a bevezető erek között pedig nagyon billentyűvel mondtuk, hogy akkor perifériás részen, a vénákban szabályozzák a billentyűk a véráramlást, és nem pedig itt a szívben vagy a szívhez közeli részeket. Ez a kis forgatókönyv ábra,
nagyon szépen mutatja nekünk a szívnek a szerkezetét egyébként. A szívet kívülről egy kötőszövetes hártya borítja, aztán izomzat, és végül egy szívbelhártya található belül. Egy alapi részre, meg egy külcsi részre osztjuk. A szívcsúcs egy a kúpos vége, az alapi rész pedig, ahol lehet, kibelépnek, tehát a szív alapja és a szívcsúcs. Szívünk az körülbelül egy olyan ökölönnyi nagyságú szerv, és a mellkasban helyezkedik el, valahol fent középtájon. Picit a szívnek a csúcsa az bal felé néz, ezért szokták mondani azt, hogy a szívünk bal oldalon helyezkedik el, persze nem bal oldalon, csak mivel a szívcsúcs bal felé néz, ezért egy bal oldali irányultságot is megfigyelhetünk a középső elhelyezkedéshez képest. A keringési rendszernek ezután rendőri vállalata után azt nézzük meg akkor, hogy mivel tudunk itt majd mindjárt foglalkozni. Először is sertésszívet fel tudtok majd boncolni, és akkor megnézzük a szívnek a belső szerkezeteit. A sertésszívek ott várakoznak, majd mindjárt ki fogom őket osztani. Majd azt figyeljétek meg, tehát amikor a szívet felboncoltad, és nagyjából úgy fogod vágni, ahogy most láttuk ezt a kis makettet. Tehát egy ilyen hosszú irányú meccést ejtünk, és a szívet ketté vágjuk szikével, és megfigyeljük benne akkor az üregeket. A felső kettő mi is lesz? Azok a pitvalok, az alsó kettő, azok a kandrák. Közöttük a billentyűket szabályozó szemölcsizmokat, amelyek itt a pitvalkandrák közötti billentyűket szabályozzák. Ha sikerül, akkor megvághatjuk még majd itt ezeket az alapon lévő ereket is. Megtaláljuk az aortát, akkor az aorta billentyűket is megnézhetjük, hogy a tüdőartériában a billentyűket, a vénákban így nem fogunk billentyűt találni. Hát ezek a legfontosabb dolgok, amelyeket akkor a szívben megkeresünk majd. Másik ilyen dolog, hogy a rendszer működésével kapcsolatban is tudunk méréseket végezni. Például ezzel a fonendoszkóppal meg tudjuk adni a szívverést, mert akusztikailag felerősíti a hangot, és akkor mindenki a sajátját, vagy kis társának a szívverését meg tudja hallgatni. Hát miért van a szívnek ugye verése? Azért, mert amint láttuk, az állomány és a szív folyamatosan dobog, erre majd mindjárt visszatérünk, és akkor ezt a dobogást tudjuk hallani. A dobogás egyébként egy kettős hang. Pillanat is visszatérnek, ha tudok arra az állomára, ahol verkott a szívünk. A dobogás után gyakorlatilag egy kettős hang, amikor a két kamera együtt összehúzódik, akkor hallunk egy ütést, és amikor a két pitva együtt összehúzódik, akkor hallunk egy második ütést, tehát úgy dobog a szívünk tulajdonképpen, hogy tatat, és két dobogás között egy nagyon picit pihen is. A kamerák összehúzódását azt úgy hívjuk, hogy szisztóli, a pitvarok összehúzódását pedig diasztólinak, vagy hát pontosan amikor a kamerák elérjenek, akkor a pitvarok húzódnak össze, tehát ha a kamerák tekintetében nézzük, akkor a kamerák összehúzódását szisztólinak, az elérjenését pedig diasztólinak nevezzük. Ennek pedig akkor a jelentősége, amikor a vérnyomást mérjük meg. Vannak itt vérnyomásmérő készülékek, szépen fel tudjuk ezeket a vérnyomásmérő készülékeket helyezni a felkarunkra, a manzsettát felhúzzuk a bal felkarra, általában itt szoktuk mérni, szerencsére automata a vérnyomásmérő, megnyomunk rajta egy gombot, és akkor a manzsetta felfújódik, hozzászorítja a felkarcsont tömegéhez a húst, abban a tereket is, azok összeszűkülnek, és akkor gyakorlatilag nyomást tudnak erre a manzsettára gyakorolni, azt pedig érti a készülék, és akkor kapunk egy vérnyomást. A vérnyomás érték az mindig kettő számból áll, egy felső és egy alsó értékből. Akkor kapjuk a felső értéket, amikor összehúzódnak a kamrák, és akkor kapjuk az alsó értéket, amikor elérjenek. Tehát a szisztolés érték az például mondjuk 120 higany milliméter, a diasztolés érték meg mondjuk 80 higany milliméter, ezt higany milliméterben mérik ezt a vérnyomást, és akkor levalósod majd a műszerről, hogy mondjuk a normális vérnyomás 120/80 higany milliméter, akkor egészséges vagy. Ha ettől eltérő, akkor még nem biztos, hogy beteg vagy, mert lehet, hogy futottál 10 kört az udvaron, vagy izgulsz egy kicsit, ez befolyással van a vérnyomásra, de ha a nyugalmi vérnyomás tartósan eltér a 120/80 higany milliméteres értéktől, akkor már azért érdemes lehet elgondolkozni, hogy mi lehet ennek az oka.
pulzust is tudunk mérni, a szívdobbanások a távoli artériákon is megjelennek. Például itt ezen az alsó csontja artérián kiváló mérhető. Ha megnézzük a csontjainkat itt az alkarban, akkor a bal kézben például a külső csont az a alsó csont, a belső csont az a külső csont. Tehát ha itt tartod a kezed, akkor a nagy ujjad felé eső az alsó csonti artéria közel van a felszínhez, és elég vékony szövetek vannak az alsó csonti artéria és az alsó csont között. Tehát hogyha hozzányomod, mondjuk ezzel a két ujjaddal, a nagy ujjal is rendben, mintha nem annyira érzékeny lenne a dolog, hozzányomod az alsó csonti artériát az alsó csont felszínéhez, akkor kapsz egy lüktető érzést, és meg tudod számolni a pulzust. Itt a tata kettősséget nem fogod érezni, csak egy-egy ütés, és ahány ütést számoltál, mondjuk egy perc alatt, akkor annyi volt a pulzusod. Ennek is a normális értéke körülbelül 70 és 80 szívvel is, azaz pulzus ütés az alsó csonti artérián mérve körülbelül.